Tehát pontosan lehet, hogy kicsit sérti a kifejezés, talán inkább úgy lehetne mondani, hogy korlátozta a nemzet ismeretét a magyarországi állampolgárnak. És ennek rengeteg ismérve van. Múltkor volt itt az egyetemen egy konferencia, amelyen pontosan ezekről a kérdésekről adtam elő, majd hogyha kezdődbe jött az egyetemnek a folyóirata, a közlönye, most decemberben fog megjelenni, abban ezt az előadásomat leírtam, hogy olvassák el, és mindjárt mondom a címét pontosan. Hát az a cím, hogy ismerjük-e egymást a szétszakított magyar nemzetrészek, ismerjük-e önmagunkat, mi magyarok. De egy időben azzal, hogyha megjelenik a folyóirat, akkor ez meg fog jelenni a honlapomon is, abban a soproni jelzésű rubrikában, ahol a előadások is megjelenik. Na tehát mégis 1948-ban megszűnt a magyar nemzetpolitika, és 1956 után 1957-ben megszületett a negatív magyar nemzetpolitika. Most, hogy ez teljesen nem volt sikeres, annak több oka van. Többek között az egyik oka a Pax Sovjetica, mégpedig az, hogy a szocialista építéshez meg kellett nyerni az adott kommunista államok polgárát. Most tény és való, hogy egy országban, és megint Csehszlovákiát kell felhozni példaként, egy országban a magyarok, tehát Csehszlovákiában a Csehszlovákiában élő magyarok, azok úgymond nagyon nehezen voltak megnyerhetők a szocializmus építésének. Pontosan az 1945-49 közötti jogfosztottságok következtében, a kitelepítések következtében, a népfogyatkozás következtében, hiszen különböző erőszakos okok miatt körülbelül 200 ezer magyar tűnt el a felvidékről 1941 és 1948 között, a második világháborús veszteséget is beleszámítva, főleg a második magyar hadseregnek volt nagyon sok felvidékinek erdélyi halottja, de főleg felvidéki. És az ugye a előzetések, elmenekülések, lakosságcsere, széttelepítés, tehát ennek mindennek következtében körülbelül 200 ezer magyar tűnt el a felvidékről, Csehszlovákia területéről. Hát ezek olyan veszteségek voltak, az értelmiségnek az elvesztése, lefejezése, ezek olyan veszteségek voltak, hogy valóban meg kellett valamilyen módon nyerni az életnek a felvidéki magyarokat, hogy legalább valamilyen bekapcsolódjanak. És ennek következtében éppen a sztalinista időszakban olyan eredményeket sikerült elérni, amivel bizonyos mértékben ellensúlyozni lehetett az 1945 és 49 közötti jogfosztottságot. Tehát kiszállították az iskolákat, ebben az esetben már állami iskolák voltak. Egy központilag irányított kulturális intézményt hoztak létre, ami egyrészt rossz volt, hogy a párt befolyás alá került, ugyanakkor jó volt, hogy legalább valahol tevékenykedtek az ember, a magyar. És olyan nyelvi jogokat engedélyezett, pontosabban olyan nyelvhasználati lehetőségeket biztosítottak és engedélyeztek, amely picikét emlékeztetett a két világháború közötti Csehszlovákiában létezett nyelvi jogokra. Azért mondom, hogy nem nyelvhasználati jogokat, hanem nyelvhasználati lehetőséget, mert erről nem vonatkozott törvény, hanem párthatározatban hozták rá,
gyakorlatilag nem volt közzétéve az, hogy minek az alapján jelennek meg a közterületi magyar feliratok, de megjelentek. Most, tehát ez bizonyos mértékben ellensúlyozta, a magyarországi negatív nemzetpolitika. Ugyanakkor Romániában 1952-ben létrehozták a Magyar Autonóm Tartományt, amit 1958-ban Maros Magyar Autonóm Tartományra változtattak. Igaz, hogy hova tovább, ez egyre inkább csak szimbolikus jelentőségű volt, mert gyakorlati értelemben a vége felé már egyáltalán nem volt. De ez a szimbolikus jelentőség is jelentett valamit, ugyanis gyakorlatilag az egész Székelyföld benne találhatott ebben az autonóm tartományban, az autonóm területben. És a Jugoszláviában, délvidéken is lekövetkezett egy változás a háború végével kapcsolatos vérengzésekhez, magyar ellenes vérengzésekhez képest. Ugyanis a sok nemzetiségű Jugoszláviában másként kellett megfogalmazni a nemzetiség politikát, mondjuk, mint Csehszlovákia. És tulajdonképpen a titói Jugoszláviában egy eléggé liberális nemzetiségi politikát fogalmaztak meg, éppen azért, mert horvátok, szerbek, szlavónok, feketehegyiek, macedónok, albánok éltek az ország területén, akiknek valamilyen jogokat kellett nyújtani, és hát emiatt kellett például létrehozni két autonóm tartományt, a koszovói, tehát a Rigómezői autonóm tartomány, és a úgynevezett Vajdaság autonóm tartomány, amely keretében hát kicsit felélegezhettek a magyarok is. Tehát ezek a Magyarországon szomszédos országokban ezek a húz meg erez meg helyzetek teremtették meg annak a lehetőségét, hogy azzal, hogy a Magyarország teljesen elfordult az elszakított magyar területektől, illetve elszakított magyar közösségektől, mégis ezek a közösségek valamilyen módon életben tudtak maradni és tudtak élni, mert mindegyik országnak volt valamilyen problémája, amit meg kellett oldani, és ezeknek a probléma megoldásának következtében hát valamilyen élettérhez jutottak az ott élő magyarok is. Hát itt már nem működött semmi nemzetközi egyezmény, semmi nemzetközi kötelezvény, a Saint-Germain-i kisebbségvédelmi egyezmény hatályát veszítette, levéltári dokumentummá vált, míg a két világháború között legalább lehetett rá hivatkozni. A második világháború után már semmire nem lehetett hivatkozni. Egyedül ebben a térségben a Szovjetunióhoz tartozó érdekterületen egyedül a lenini nemzetiségi politikára lehetett hivatkozni, ezt Lenin-eltárs így mondta, meg amúgy mondta. Tehát ez volt egyetlen hivatkozási alap. Tehát a magyar, a kárpát-medencei magyar politikát tulajdonképpen teljesen mozaikszerűvé van. Míg a két világháború között voltak egymásra kapcsolódások, voltak összehangolható lépések, a 1945 után ez majdnem megszűnt ennek a lehetősége, 1948 után teljesen megszűnt, és 1957-től pedig
éppenséggel, hogy az ellenkezője kezdett működni. Ugye, mert a magyarországi politika úgy viszonyult a szomszédos országok területén, szomszédos szocialista országok területén élő magyarokhoz, mint a szomszédos szocialista nemzetek részéhez. Gyakorlatilag 1989-ig ez így volt. Azzal a különbséggel, hogy Magyarországon bekövetkezett egy olyan változás, amelyet úgy lehet nevezni, hogy a totalitárius rendszer hegemonistává enyhült. És a hegemonizmussá való enyhülése a totalitarizmusnak adott lehetőséget arra, hogy a másodtársadalom, tehát a nem hivatalos társadalom, a nem hivatalos ellenzék, a különböző civil szervezetek kezdték el ápolni a nemzetpolitikát. Most ez egy tulajdonképpen egy új fejezete a nemzeten belüli kapcsolatteremtésnek. Tulajdonképpen úgy is lehetne mondani, hogy az amatőr nemzetpolitikának kialakulásának a korszaka. Elkezd kibontakozni az amatőr magyar nemzetpolitika. Ez olyan szempontból fontos, hogy azok, akik az amatőr magyar nemzetpolitikának a művelői, tevékei résztvevői, azok később, hát nem mindannyian, de azok közül elég sokan a rendszerváltozás utáni időszakban valamilyen társadalmi szerepet jutnak. Most, és nyilvánvaló, hogy itt vannak ebben az amatőr magyar nemzetpolitikában, vannak a gyökerei annak a nemzetpolitikai átalakulásnak, amely 1989 és 90-hez kötődik. 1989-hez elsősorban oly módon, hogy 1989 októberében módosítják az 1949-es 20-as törvénycikket a Magyar Népköztársaság alkotmányát, és ennek az alkotmánynak, módosított alkotmány szövegének a 6. cikkeje arról szól, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarokért. Tehát a hegemonistává vált totalitárius rendszer, amelyben elkezdett burjánzani az amatőr nemzetpolitika, ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy alkotmányban lehetett, ha csak egy mondat erejéig is, de 1989. októberében alkotmány szövegében lehetett foglalni a kezdődő magyar nemzetpolitikának egyik alapmondatát, vagy mondhatni úgy is, hogy ami nélkül nem valószínű, hogy kibontakozhatott volna a rendszerváltozás után egy kormányzati szintű nemzetpolitika.